Danny, I just remember that honey. Johnny, Zeki, Sanyi. Most lökjed ki magad az ágyból. Meg lehet, hogy már megjött a Freezebox. Sanyi, megnézzük a Freezeboxot? Lejövöl? Lejövöl velem? Sanyika, a Covid nem állít meg minket. Tudod, na, anyukám, én meg a Riót nézem. Remélem, ez nem tica Insta. Ebben nincs erőszakos tartalom, pedig van benne egy olyan csicska papagáj, meg egy méregnyil béka. Megőrülsz, megvadulsz, érted? Sanyika, föl kell kell. Nézzük már csak te. Szanyika, mennyi ugyantani, ne idegesítse engemet. Lököd fel a tesztet most. Nézzük már meg, hogy megjött-e. Hát ez nem igaz. Várjál, rongyol az öreg. Hát nézzek, én jól nézek ki. Hát nem mondjad, hogy nem. Várjál, ez az olvasó szemüvegem, ezért kukot nem látok, jó pofa vagy. Azt mondja, hogy azt hagytam meg nekik, hogy mert lehet megjegyzésbe meghagyni, hogy lököd be a kapun. Oda néz. Úgy van ez semmi. Taka, várjál, megnézem a másikat. Csak nincs nálam kóasz. Azt mondja, újság. Vitorlás. Hátig nagy vitorlás család. Voltak le. Szemizel, lehet, hogy a másik kapuba lökték be. Jó, nézel ki. Megőrülsz, megvadulsz. Pif! Anyukám ott a Freezebox. Na jó, rongyolok föl egy kúcért. Őrülsz, megvadulsz, anyukám, meg várjál már, nyitom a kaput. Pif! Várjál már, nyíl, jó. Ja, Istenem! De nem kell találkoznom senkivel, érted? És már lökik ide az egész napos kaját. Hát jó nézel ki. Hát azt hitted, hogy emelem ki fog fogni a Covid, hogy majd nem lesz mit enni. Hú, jó pufa vagy. Benne van a friss reggeli, minden. 6-9-ig hozzák, semmi gond, érted? 6 és 9 között állítottam be, úgyhogy már pupos reggelivel indítom a napot. Jó nézünk ki, mi van be, na majd fönn kibontom. Várjám, kibontom itt, most édes kuka tette, na majd fönn. Jó, ja Istenem, de jó néz ki. Kis, látod, ide van írva 6-tól 9-ig, idjak abac. Kész, és Optim boxotok értem. Amit nézed, mit hoztak, mi van ma? Azt mondja, hajdina lisztes palacinta, tejsodóval, ott a tejs, ez a reggeli, na ezt fogom most bereggelizni, és mi a többi? Na, te olyan, mint azt mondja, harapni valósz, olyan, mint egy étterem. Megmondom neked a őszintét, és ez az Optim, ez 2000 kalória, látod, rá van írva. Azt mondja, penészes sajta, jó pofa vagy, jó néz ki. Azt mondja, ebéd, és akkor ott a vacsora. Szóval ez valami fantasztikus. Komolyan mondom, nézd meg, kicsit kikerázom neked, azt fogod hinni, hogy én valami pupos étterembe üldögélek, pedig csak itt kovikszolok itthon. Jó nézünk ki. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, ezt az optét. És most mondom, mert eddig a irodában jött a szállítgatás, és most átkértem a egészet, mondtam, te figyelj már ide. Sanyika, ott is egy maci, Sanyika. Na, Ádjaputól már megint mit kaptál? Nézzek, pifaszipolos. De le kéne venni ezt a fityegőt, cé. Sanyi. Jó, akkor, hopp, Sanyika, kapd el. Jó, hát, pif, már itt kezemben maradt, kész. Már viszi. Sanyika, újabb szípolós hülyeséggel vagy? Pipike, újabb szípolós majomkodásba vagy? Sön, pif, ne, hát már egyszer, kérem szépen a szípolós játékot vissza. Te fogom venni, ha nekem ezt is szétkapod. Hagyjál már végén, azt csinálok, én kaptam az apámtól, azt csinálok a játékaimmal, amit akarok. Na, ezt nem hiszem, mert nagyon jó lenne, hogy anyám nem szólna bele meg apámék abba, hogy mikor, mivel játszom. Ez nem igaz. Mindig be kell kóstolni a cilapunak. Sanyika, ne szedd szét, ha megint ezt is szétkapod, mint a skunkot, akkor elveszem, nem adom oda a többit. Jó, nem adod oda, jó van, persze, mondjuk azt már elfelejtetted, nem, hogy én kaptam apámtól, már bocsi,
De az ágyapú nekem küldte. Most ha neked küld, akkor azt megtartatod, meg azzal foglalkozhatsz. Hova mész? Hova menetelsz, majom? Az az általános nézet, hogy mint ez kó, mint minden medve, szereti a mézet, s ezt nem... Na nézzünk, de szépen játszik a gyerek. Miért mondod, hogy nem játszik szépen? Állítom, hogy tény. Akkor hideg van. Gyönyörűen, nézzek ilyen. Nyugodtan, előkelően, neki támadva, mindenhol. Az Ádám össze-vissza vásárol. Hála jó égne. Mondjuk nekem is, kamem. Ha éppen nem akar rám rúgni kettőt. Egy csupor mézet, alaposan fenékig. Iminimi, szeminimi, jubácsú, iminimi. Na mi van, Sanyi, nincs vagy, Csi? Sany, nincs vagy, Csora? Igen? Akkor viszont malacfül. Malacfület kérsz? Oda nézzetek. Sanyi baba, apának a szerelmes gyermeke. Apukája mentős. Édesapja mentős, édesapja Magelheim doktor. Édesapukája mentős. Jó, hát nem. Sanyika, akkor most malacfül van? Vagy a kosztályéba vagy? Jó van, na. Dík, te pörög a szany. Jó, gyerekek, kész, indul a dallat, de nekem mennem kell a szóra, a feszönszóra, de szép a szanyi. Dík, de gyönyörű. Szanykó, figyelj már, ez nem malacfül, ez ma... Jaj, várjál már. Nézzél már kamerába, majom gyerek, te. Dík, nézd. Látjátok, csillogos az egyik szeme. Azt mondják, hogy az kristályos, és hogy hótvak rá a szanyi. De hát ez van. Szanyi, malacfül? Igen, és akkor püfi. Kutyú vagy, aurványádat, Sanyita. Sanyika, gyere csak ide, édesapukádhoz. Gyere ide, pipi hús. Assis toi. Assis. Voilà, parfait. Attends. Bouge pas. És már teker. Ciluka turabottal. Nézzetek, milyen gyönyörű itt nálunk a erdő. Ide szoktunk kitipegni a Sanyóval. Mutasszál valami, nekem nehogy kulázzál itt a követők rajongók előtt, mit mondok nekik te? Ibolyát nem taposod le, tudod, jó? Nézd meg! Hallod, olyan az erdő itt nálunk, most eskü, mint a Gyűrűk urában volt. Tudod, figyelted, hogy nagyon sokszor vidéken az ilyeneket, hogy például Gyűrű, az Gyűrű. Mikor azt mondják, hogy ez mennybe kerül? 20 000. És akkor te nem hozzám mondját, én is így mondjam, hogy Gyűrűk ura. Jó van, ennyi volt. Sanyász! Nézd meg, hogy milyen csoda. Gyönyörű a Sanyika. Kizede a fél szemére vak. De hát kit érdekel? Néha mondjuk megbotlik a lépcsőn. Ja, és azt mondta egy állatorvos, meg lehet műteni 3 kg a műtét. Mondom, de jó, igen, és akkor látni fog. Ja, azt nem. Ha mondom, akkor megtartom. Mire a kutyára legyél kíváncsi, amikor engem látod a... Hallod, milyen? Szerintem ezt kaptad! Figyelj már, mit! Dík, Sanyi! Nézd meg! Támadás! Ne szedd szét! Ne szedd! Hallod, de óvatosan játszál, ne kapjad már szét a első percbe! Sanyi, hát rád verek! Vigyázzál a kis malacodra! Sanyika! Vigyázzál a malacra, ne nézzél a... Sanyika, vigyázzál a malacra! Sok pénzért vette a követő rajongó, Eszti meg a Kriszti. Úgyhogy taka van, ha nem tetszik. Nézed már! Sanyi, sertésjelmet, ne kapd szét, nem hiszem el. Idegbe rakol engemet, de tényleg. Nézd, oda nem vigyázol rá, ne futásítsad már fő magad. Nem hiszem el. Célat ideg. Ezt hogy képzelted, Sanyika? Sanyika, 14 óra 20 perc van, és arra jövök be, hogy te ennyit csinálok neki, és már dobod szét a combokat. Sanyika, ezt hogy gondolod? Őrizni kéne a házat, nem? Például. Állítólag a West Highland White Terrier az patkányfogó kutya. Hol vannak a patkányelfogások? Ha? A macskának egeret kell fogni, a kutyának meg patkányt kell fogni, a disznót meg azért simogatjuk, hogy utána levágjuk, a csirkét is azért tetetjük, a pipihúsos táskákat is azért kapjuk el. Házi állat vagy, haszonállat vagy, Sanyi? Szerinted? Nyald, ornyalást kérek. Ott. Szájé. Hát egészen oda vagyok most már miattad. Pipi húsos táska vagy. Nem dobod szét a csombukat mindenki előtt.
Hát ki rendes katolikus legyél már nekem, Sanyi! Mindenki azt könyörgi, hogy minél több videó legyen az öreg Sanyikáról. A huszos táskáról, a pipi húsos szerelem gyermekről. Ne csinálj! Sanyika! Pipike! Tudod, hogy mi fog történni? Jövő héten jön a csomag. Ádám küld mindenfélét neked. Mondjuk már csak neked, anyukám engem úgy elküldött, akába vagyok. Pipike! Nézzétek, milyen okos feje van a Sanyikának. Imádom. Pipi. De vége, nincs dubajozás. Vagy dubajozás lesz? Sanyika, miből akarsz megélni? Azt mondjad meg nekem. Nézd meg, hogy nem lehet vele bírni. Combok szétdobva. Húszos pipitáska testét dobálja. Kész, szájé. Erre jön haza, édesapa? Sanyika, erre kell hazajönnöm? Mit műveltél? Mit műveltél, amíg édesapa? Most hallottam a pletykát, hogy... ne arra, ugye, ahhoz neked semmi közöd nincsen. Édesapa vásárolt salátát. Pipiusos táska, szipolót inkább, nézd meg! Áditól kaptad ezt is. Piff anyukám már támadja be, oda nézd. Ja, hát a múltkor ezzel kapta. Sanyika, nézd a játéka van, az Ádik. Ádi apu küldte neki. Piff anyuka, azt is az Ádik küldte. Ezt is az Ádik. Napának szerelem, gyereke, támadás! Szájé, kapd el mackó virágos kert. Na taka. Nézzek ezeket, mind az Ádik küldte. Sanyi! Pipi! Nézzek. Ezt kéne betámadnod? Majom gyerek, Kapjad el a majmot. Piff, Sanyika, a pipi húsos táskája. Drága arany követőim és rajongóim, most láttam egyik celeb testvéranyámnál ezt, hogy megünnepelte a költészet napját, és azonnal indított is egy telefonhívást, ugye? Hiszen az ünnep az ünnep. Úgyhogy én most ezúton szeretném megünnepelni a saját magam. Halló, tessék? Halló? Nem. Ja, nem, a költészet napján vagyok. Nem, bocsássál már meg. Nem, pillanata, igen. Ti urak, ti velsz, ebek. Hát ne ilyen, Eduard? Halló, Eduard? Hol van kizengjei tetteim? S elő egy velszi bár. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, minden követőnek, sok-sok szeretettel, elnézést, vonalba vagyok. De, igen, bocsánat. Nem, semmi, édesem, aranyos vagy, hogy hívta. Semmi, egy koncepcióba vagyok, most néztem. Hát te tanulunk, persze, hát az utolsó. Persze, a icaptól, persze. Tisztőrt, mondjuk én tovább vittem, én habkoronába vagyok. Van felső fogam, nézzen. Nem oda beszélek, ide beszél. Halló, hát nem igaz. Nem, rossz a vonal. Leneted. Nem, láttam egy koncepciót, fölveszed a ruhát, érted, befekszel a kádba, én még löktem magamra egy habkoronát, és elkezdtem a velszi bárdokat szavalni ünnep alkalma. Jaj, nektek, hogy, na, igen, voltak locsolók, persze. Az összes tojásomat szétosztottam, jó pofa vagy. Na jól van, édesem, szép ünnep. Itt vagyok, ne, persze. Szóval nektek is nagyon kellemes húsvét ünnepeket. Milyen lett a sonkád? Hát az enyém eléggé szósz. Mindegy, elkészült, hát itthon vagyunk, semmi. Hát a Sanyi nem, az kint van a kertben, persze. Hát édesem, hát nagyon csókollak titeket. Ibi néniéket is puszilom, hogyha beszéltek, igen. Edward király, angol király, léptet fakó lován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Jól van, édesem, nagyon csókolok benneteket, vigyázzatok, Laci papát is, igen. Halló, Jézusom, halló. Itt vagy? Jó. Tehát a Laci papát is csókoltatom, mondd már meg neki. Itt vagyok. Na, bocsáss, itt nem semmi, édesem. Hogy mit? Hát a kád, persze. Persze, hát a kádból telefonálok, csak olyan rossz a vétel. Nem érte. Na, most jobb. Jó, ne tedd le, ne tedd, jól van. Hát délután, hogy érted? Nem. Dehogy is, hát az erdőt lezárták, hála jó égnek. Nekem itt nem ászkáljanak a turisták.
Nem, itthon vagyok. Hát ma még nagyon... Van, tudod, most challenge-elünk. Igen, igen. Celeb testvéranyáimnak elment az esze. Úgyhogy nem hív, de hogy hívnak ki challenge-de, de most néztem a Vivinél egy jó kukac challenge-et. Igen. Kukacba mész a lakásba. Aha. Hát igen, nem no komplett, persze. Úgyhogy ma kukac challenge-be leszek. Hát addig is ölellek benneteket. Sanyika, áruld el, miért hoztad be ezt a békát? Nézd meg, megvan ijedve a béka. Sanyika, most ne nézzél rám, így rossz vagy. Behoztál egy békát, nézd meg. Hát ki van borulva? Most ezt miért kellett behozni a nappaliba, Sanyika? Most te a békát nézed, mi ez itt? Betámadtál egy kis békát, Sanyi. Ez lesz a jövő, itt a tavasz. És te ezt, ne örüljél ennek. Az ebrát kell betámadni, nem a kis béka. Hát, drága követőim és rajongóim, ott tartunk, hogy egy békát behozott a Sanyi. Jaj, gyerekek, nagyon nehéz a gyerekekkel. Egy szülőnek ilyen az élete, ugye? Hiába jönnek a lájkok, figyelj, elkezd itt ugrálni, figyelj, valószínűleg, hogy összeesek, érted. Na jó van, rakom ki. Békának taka! Figyelj! Dikte, taka ki! Még kell bejönnöd, Sanyika, de ezt kezed megemelte és behozta. Csóri, most ébredt, Sanyi, add meg!